dicsőség a Jézus Krisztus. Mindenki. Annak idején az üsegyházban felnőttek léptek be. A felnőttek egy éven át készültek arra, hogy őket felvegyék az egyházba. Hitujoncoknak nevezték, nem vehettek részt a szentmise áldozat második részén, csak az első részben, amelyben akárcsak ma is, szentírást olvasunk, és azt magyarázunk a szentbeszédben. Utána távozni kellett. De amikor előkezett húsvét éjszaka, akkor akik felkészültek, és a vizsgálatra méltónak találták őket, azok a húsvét éjszaka a szentbeszéd után megkeresztelték, megvérmálták, és ott maradtak életében először a szentmise második eukarisztikus részén, és ott járultak először szent áldozáshoz. Éppen ezért ezt a három szentséget